Nyolcadik fejezet. A karácsony nem volt nagyon rossz abban az évben, de bánatos reménytelenség lett úrrá az embereken. A hó, mint kétely leple borította Schindler lakásával át ellenben a parkot, s odaállított, el nem moccanó őrszemként figyelte az utca végében álló Wawel tetőzetéről, a Kanonyica utca régi épületeinek homlokzatáról. Gyors megoldásban senki nem bízott már a folyó innenső vagy túlsó oldalán, sem a katonák, sem a lengyelek, sem a zsidók. Lengyel titkárnőjének, Klonovszkának Pfefferberg szerzeményét, egy pudlikutyát, komikus kis párizsi jószágot vett Schindler karácsonyra. Ingridet ékszerrel ajándékozta meg, és Emilynek, a szelíd feleségnek is azt küldött Zwittauba. Pudlit nehéz volt keríteni, tájékoztatta Pfefferberg. Ékszerek beszerzése azonban nem jelentett gondot. Olyan idők jártak, amikor a drága kövek gyakran cseréltek gazdát. Oszkárt egyszerre három nőhöz fűzték gyöngét szálak, másokhoz meg különféle alkalmi kalandok, de ő más szoknyavadászoktól eltérően szemlátomást büntetlenül folytathatta ezt az életmódot. Akik otthonában látogatták meg, nem emlékeznek rá, hogy Ingridet valaha is rossz kedvűnek találták volna. Nagy lelkű, engedékeny teremtés volt kétségkívül. Emily, akinek még több oka lehetett a panaszra, méltóságán alulinak érezte, hogy jeleneteket rendezzen, amelyekre Oscar egyébként alaposan rászolgált. Ha Klonovszka netán megbántódott is néha napján, ez a jelek szerint sem hivatalbeli magatartását a devben, sem a herr direktor iránti hűségét nem befolyásolta. Azt várná az ember, hogy az Oscaréhoz hasonló életmóddal szükségképpen együtt járnak a felbőszült nők nyilvános csetepatéi. De Oscar barátai és munkásai közül, akik egyébként készséggel tanúsítják, néha még kajánul ki is nevetik kicsapongásait, senki nem emlékezik efféle kellemetlen szembesülésre, ami pedig Oscarnál jóval ártatlanabb nőcsábászoknak is felettébb gyakran jut osztály részül. Olyan állításoknak hitelt adni, hogy bármelyik asszony örülne, ha csak részben is magáénak mondhatná Oscart, a szóban forgó nők lebecsülését jelentené. A probléma inkább abban áll, hogy ha hűségről próbált valaki Oscarral beszélni, gyerekes és őszinte elképedés ült ki arcára, mintha a relativitást vagy hasonló elvont fogalmat kezdenék fejtegetni, amelynek megértéséhez 5 órás összpontosított figyelemre van szükség. Oscarnak sosem volt 5 órája, és soha nem értette meg. Kivéve anyja esetében. Karácsony reggelén halott anyja emlékének áldozva Oscar a Mária templomba ment misére. A főoltár fölött, ahol vicctvos fából készült szárnyas oltára még hetekkel azelőtt is elgyönyörködtette szentjeinek tömegével a híveket, most űrt átongott. Az üresen maradt hely, a szárnyas oltár mögötti kő megfakult színe zavarta, meghökkentette Herr Schindlert. Valaki ellopta a szárnyas oltárt. Nürnbergbe szállították. Micsoda világ! Az üzleti élet azonban minden képzeletet fölülmúló sikereket hozott azon a télen. A hadfelszerelési felügyelőségnél dolgozó barátai a következő évben felvetették Oscar előtt a lehetőséget, hogy nyisson egy lőszergyártó részleget, amelyben páncéltörő lövedékeket állítana elő. Oscar szívesebben foglalkozott fazekakkal, lábasokkal, mint lövedékekkel. A főzőedények gyártása könnyű munka volt. Kivágták és préselték a fémet, kádakba merítették, és kellő hőfokra hevítették fel. Nem kellett mérőeszközöket beállítani. A munka távolról sem volt olyan igényes, mint a fegyvergyártás. Lövedékhüvelyekkel amellett nem lehetett feketézni, Oscar pedig kedvelte a fekete árukkal való kereskedést. Kéteshírű ügyletek, gyorsan szerzett nyereség, bürokratikus irkafirka mellőzése. Mindez mulattatta. Minthogy azonban politikailag előnyös volt, mégiscsak felállított egy hadianyag részleget. A precíziós nyomás biztosítására, valamint a lövedékhüvelyek megmunkálására néhány hatalmas hilógépet helyezett el a 2. számú üzemrész egyik emeletén. A hadianyag üzemrészleg még csak a kifejlesztés fázisában volt. Hónapokig tartó tervezés, felmérés és próbagyártás után lehet majd lövedékeket előállítani. De a hatalmas hílók,
mint a bizonytalan jövő elé állított védőkerítések, legalábbis a hadifontosságú üzem látszatát kölcsönözték a Schindler műveknek. Míg a hilók pontos beállítása előtt Oszkár azt vette ki Pomorszka utcai SS ismerősei szavaiból, hogy gettó létesül a zsidók számára. Hogy ne keltse riadalmat, Oszkár csak Sternnek tett említést a szóbeszédről. Igen, mondta Stern, kiszivárgott a híre, vannak, akik örülnek neki. Mi benn leszünk, az ellenség meg kívül. Magunk irányíthatjuk ügyeinket. Senki sem fog irigyelni, senki sem fog kővel dobálni bennünket az utcán. A gettó falait megerősítik. A katasztrófa végleges, meghatározott formáját jelentik majd e falak. A március 3-án kiadott 44/91-es számú főkormányzói rendeletet lehozták a krakkói napilapok. Kazimierzben pedig teherautókon elhelyezett hangszórók harsogták. A lőszergyártó műhelyben Oszkár fülét megütötte egyik német technikusának a hallottakhoz fűzött megjegyzése. Nem lesz ott jobb nekik? Kérdezte a technikus. Tudod, hogy a lengyelek gyűlölik őket. A rendelet ugyanezt hozta fel ürügyként. A főkormányzóságban mutatkozó faji konfliktusok csökkentése céljából zárt zsidó negyedet létesítenek. A gettóba költözés minden zsidó számára kötelező, de akinek szabályszerű munkavállalási engedélye van, az kijárhat a munkahelyére dolgozni, este pedig visszatér a gettóba. A gettó helyét a folyó túlsó partján fekvő Podgúze külvárosban jelölik ki. A betelepülés határideje március 20-a. A benn lévők számára a Judenrat utal ki lakást, azoknak a lengyeleknek viszont, akik jelenleg a gettó területén élnek, s következésképp el kell költözniük, saját lakáshivatalukhoz kell fordulniuk, hogy más városrészben jelöljenek ki lakást számukra. A rendelethez mellékelték az új gettó térképét. Északon a folyó, keleten a Lvovi vasútvonal, délen a Rekavkát szegélyező dombok, nyugaton a Podgúze tér határolta. Zsúfoltságra kellett számítani. Viszont reménykedni lehetett, hogy az elnyomás pontosan meghatározott formát ölt most, és alapot nyújt az embereknek, hogy korlátok közé szorított jövendő életüket eltervezhessék. Olyas valaki számára például, amilyen Juda Dressner, Stradom utcai textilnagykereskedő volt, aki később kapcsolatba kerül majd Oszkárral, az elmúlt másfél év rendeletek, zaklatások egész sorát, vagyontárgyainak elkobzását jelentette. Üzletét a vagyonkezelőség vette át, kocsiától, lakásától megfosztották, bankszámláját befagyasztották. Az iskolát, ahova gyermekei jártak, bezárták, vagy őket zárták ki belőle. Családi ékszereiket, rádiójukat elkobozták. Krakkó központjából kitiltották őket, és vonatra sem volt szabad szállniuk. A villamosnak csak egy elkülönített részében utazhattak. Feleségét, lányát, fiait időnként elkapták, és hólapátolásra vagy más kényszermunkára vitték. Senki sem tudhatta, mikor tuszkolják be egy teherautóba. Rövid vagy hosszú ideig lesz-e távol. Vagy hogy miféle lövésre kész őrült felügyel majd kényszerűségből végzett munkájára. Ilyen életkörülmények között az ember úgy érezte, talpalatnyi hely sem maradt számára az életben. Feneketlen verembe csúszik. De talán a gettó a verem feneke, az a pont, ahol szervezetten fontolóra lehet venni a dolgokat. Ezen kívül a krakói zsidók, mondhatni velük született sajátságként megszokták a gettó gondolatát. S most, amikor elrendelték, már magának a szónak is megnyugtató ősi csengése volt. Nagyapáik csak 1867-ben hagyhatták el a Kazimierzi gettót, amikor Ferenc József rendeletileg engedélyezte, hogy a város bármely részén letelepedhessenek. Rossz nyelvek szerint Ausztriának azért kellett megnyitni a folyó Krakó melletti kanyarulatában fekvő Kazimierzet, hogy a lengyel dolgozók munkahelyük közelében juthassanak szálláshoz. Mindamellett a kazimierzi idősebb nemzedék tagjai épp oly mélységesen tisztelték Ferenc Józsefet, mint a gyermek Oszkár Schindler családja. Noha a szabadság csak későn nyílt meg számukra, az öregebb krakói zsidókban mégis élt a vágy a régi kazimierzi gettó után.
A gettó mocsokkal, bérkaszárnyák túlzsúfoltságával járt. Osztozkodni kellett a fürdőszobán. Pörlekedni, hogy mekkora hely jut a kimosott holmiknak a ruhaszárító kötélen. Ám ugyanakkor lehetővé tette, hogy a zsidók sajátos egyéniségüknek megfelelően éljenek. Bőséges alkalmuk nyíljon tudományos eszmecserékre, éneklésre, cionista témájú beszélgetésekre, amint egymás mellett üldögélnek a tejszínben szegény, de eszmékben gazdag kávéházakban. Rossz hírek szállingóztak a Lúdzsi és Varsói gettókról, de a podgúzsei gettó tervezésénél nem mérték olyan szűkmarkúan a helyet. Mert ha egymás fölé helyeznék a gettó és a városközpont térképét, úgy találnák, hogy a gettó területe az óvárosénak körülbelül a felét teszi ki. Ez a hely távolról sem elegendő, de nem is kibírhatatlanul szűk. Egy megnyugtatóan hangzó cikke is szerepelt a rendeletben, amely védelmet ígért a zsidóknak lengyel honfitársaikkal szemben. A 30-as évek elejétől fogva kész akarva szított viszály kapott lábra Lengyelországban. A válság kezdetén, amikor a mezőgazdasági termékek ára lezuhant, a lengyel kormány egy sor olyan antiszemita politikai csoport működését engedélyezte, amely összes gazdasági nehézségük alapját a zsidókban vélte felfedezni. Pilsudski marsall fajvédő pártja, a Szanacja, az öreg halála után szövetségre lépett egy jobboldali, aktívan zsidó ellenes csoporttal, a Nemzeti Egység táborával. Skladowski miniszterelnök a varsói parlament üléstermében így nyilatkozott. Gazdasági háború a zsidók ellen? Helyes! A földreform életbe léptetése helyett a Szanacja arra biztatta a parasztokat, hogy vasárnapokon vegyék szemügyre a zsidó árusok bódéit, amelyek jelképezik, s egyben tökéletesen érthetővé teszik a lengyel falvak nyomorúságát. Az 1935-ös grodnói zsidó ellenes pogromot hasonlók sorra követte az ország különböző városaiban. A lengyel törvényhozók is beálltak a harcba, és a bankhitelt szabályozó új rendeletek éhen veszélytették a zsidó vállalatokat. Az ipartestületek nem vettek fel többé zsidóiparost maguk közé, az egyetemek pedig százalékos arányrendszert, vagy ahogy klasszikus műveltségük birtokában ők maguk nevezték, numerus clausus aut nullust, zárt szám vagy nulla, vezettek be a zsidó hallgatók felvételénél. Az egyes karok engedtek a Nemzeti Egység ama követelésének, hogy zsidók számára külön padokat állítsanak az egyetem belső udvarán, s az előadótermekben baloldalra száműzzék őket. Gyakorta előfordult a lengyel egyetemeken, hogy a városi zsidóság csinos és tehetséges lányait az előadótermekből kilépve megsebesítette arcukon a Nemzeti Egység tábora valamelyik nyurga, komoly képű ifjoncának villámgyors borotvája. A német megszállás első napjaiban a hódítókat elképesztette, milyen készségesen mutatják meg a lengyelek, hol laknak a zsidók. Milyen szolgálatkészen fogják le pajeszos honfitársaikat, miközben a német ollóval vagy az arcot is megsebző katonai szuronnyal nyírbálja meg az ortodox szakált. Nem csoda hát, hogy az 1941. márciusában tett ígéret, miszerint a gettó lakóit megvédik a lengyelek nacionalista túlkapásaitól, csak nem hihetően csengett. Noha kitörő öröm nem volt észlelhető a krakkói zsidók körében, amikor Podgúzséba költözésük előtt csomagolni kezdtek, valamilyen sajátos, a hazatérés örömével rokon érzés villant fel bennük. No meg azt gondolták, hogy ez a végső határ, és most már, ha minden jól megy, nem következik gyökeresebb kiszaggatás, durvább zsarnokság. Ezzel magyarázható, hogy voltak, akik a Krakkó környéki falvakból, Vielicskából, Nyepolomicéből, Lipnica-Murovanából, Tinyecből a városba siettek, nehogy március 20-ával kirekesszék őket a gettóból, és vigasztalan környezetben találják magukat. Mert az időszakos támadások ellenére is a gettó jellegéből, majdhogy nem lényegéből adódóan olyan hely volt, ahol élni, lakni lehetett. Az állandó mozgással szemben a gettó nyugalmi állapotot képviselt. Oskar Schindler életében apróbb kényelmetlenséget idézett elő a gettó. Megszokott útvonala az volt, hogy a Straszewskiego utcai fényűző otthonából elindulva elhaladt a Wawel mészkő tömbje mellett,
amely, mint dugó a palackba préselődött bele az óváros peremébe. Majd a Kosciuszko hídon átjutva balra, Zablocse felé tartott, ahol gyártelepe állt. Most azonban a gettó falai elzárták az utat. Komolyabb problémát nem jelentett ugyan, de indokoltabbá tette azt a szándékát, hogy a Lipova utcában az irodaépület emeletén tartson fenn lakást. A Walter Gropius stílusában épült ház igazán nem volt megvetendő hely. Sok üveg, sok fény, divatos, kocka alakú téglákkal kiképezett bejárat. E márciusi napokban, a gettóba költözés határideje előtt, valahányszor végighajtott a város és Zablocse között, látta, amint a kazsimirszi zsidók összecsomagolják holmiukat, és a költözésre kijelölt időszakban útnak indulnak a Stradom utcán a családok. A gettó felé tolják székekkel, matracokkal, fali órákkal megrakott targoncájukat. Családjuk attól az időtől fogva élt Kazimierzben, amikor az még sziget volt. Egy Stará Viszla, régi Visztula nevű patak elkerítette a város központjától. Valójában azóta, hogy Nagy Kázmér mindannyiukat behívta a városba, ahol aztán őket okolták a pestis járványért. Őseik, gyanította Oszkár, ugyanígy érkezhettek több mint 500 évvel ezelőtt Krakkóba, ugyanezt az ágyneművel megrakott talicskát tolva maguk előtt. Kázmér meghívása érvényét vesztette. E reggeli utazások során Oszkár figyelmét nem kerülte el, hogy a városi villamosok útvonala a gettó közepén, a Lvovszka utcán vezet keresztül. A házak villamos vonalra néző homlokzatát lengyel munkásokkal befalasztatták. Az épületek közötti üres telkek elé betonfalat húztak. Ezen kívül, ahogy a villamos a gettóba ért, bezárult az ajtaja, és maga a kocsi mindaddig nem állhatott meg, amíg a Lvovszka és a Szent Kinga utca sarkán az Umveltre, Árja területre nem érkezett. Oszkár tudta, hogy az emberek mindenképp fel fognak szállni a villamosra. Ajtó becsukva, megállóhely nincs, géppuskák a falakon, mit sem számít. E tekintetben javíthatatlanok az emberek. Lesz, aki megpróbál majd leszállni valakinek a hűséges lengyel cselédlánya kolbászcsomaggal kezében. Mások felszállni igyekeznek. Gyorsan mozgó izmos fiatalok, amilyen Leopold Pfefferberg, zsebében egy rakás gyémánttal, hadizlotyival, vagy a partizánoknak szóló rejtjeles üzenetekkel. Az emberek a legcsekélyebb eséllyel is élni próbálnak, még látszat lehetőséggel is, amely csukott ajtókkal rohan végig a néma falak között. Március 20-a után Oszkár zsidó munkásai semmiféle bért nem kaptak, s kizárólag élelmiszeradagjukból kellett megélniük. Munkabér helyett a krakkói SS parancsnokságon kellett Oszkárnak egy összeget lefizetnie. Ő is, Madrics is nyugtalankodott emiatt, mert mindketten tudták, hogy a háború nem tart örökké, és a rabszolgatartókat, akárcsak Amerikában, megszégyenítik, és mindenüktől megfosztják. A rendőrfőnököknek kifizetendő összeg az SS munkaügyi és gazdasági főhatósága által megállapított szabvány munkabér volt. Szakmunkásonként napi 7,50, segédmunkások és nők után fejenként 5 birodalmi márka. Mellesleg szólva ez kisebb összeg volt a munkaerő szabad piacán kialakult béreknél. Oszkár és Julius Madrics számára azonban az erkölcsi aggályok fontosabbak voltak a gazdasági előnyöknél. A munkabér kifizetése a legkisebb gondot sem okozta Oszkárnak abban az évben, bár mintaszerű kapitalistának sohasem lehetett nevezni. Ifjú korában gyakran kapott szemrehányást apjától, amiért meggondolatlanul költekezik. Egyszerű kereskedelmi utazó korában is 2 kocsit tartott, abban a reményben, hogy Hans tudomást szerez róla, és kellően megbotránkozik. Itt Krakkóban pedig megengedhette már magának, hogy egész versenyistállót tartson. Belga Minervát, Maybachot, nyitható tetejű Adlert és BMW-t. Szórni a pénzt, és mégis nagyobb vagyonra tenni szert, mint megfontoltabban gondolkodó apja, olyan győzelem volt ez, amelyet Schindler egyik életcéljának tekintett. Hogy mekkora munkabért kell fizetnie, ez konjunktúra idején édes keveset számított.
Így volt ezzel Julius Madrics is. Madrics egyenruhaüzeme a gettó nyugati oldalán állt, mint egy másfél kilométerre Oszkár Zománc árugyárától. Olyan jól ment neki, hogy egy hasonló jellegű tarnovi üzem megnyitásáról tárgyalt. A hadfelszerelési felügyelőség őt is kegyeibe fogadta, és akkora bizalomnak örvendett, hogy az Emiszíni Bank, a jegybank 1 millió zlotyi összegű kölcsönt utalt ki a számára. Bármilyen erkölcsi aggályaik voltak is, nem valószínű, hogy akár az egyik, akár a másik vállalkozó, Oszkár vagy Julius, morális kötelezettséget érzett volna, hogy ne alkalmazzon újabb meg újabb zsidókat. Beállítottság kérdése volt ez, és tőlük, mint gyakorlati emberektől távol állt bármiféle beállítottság. Mellesleg Icák Stern és Román Ginter kereskedő, a Juderát segélyezési osztályának képviselője felkereste, és arra kérte mindkettőjüket, hogy vegyenek fel annyi zsidót, amennyit csak alkalmazni tudnak. A cél nyilvánvaló volt, gazdasági indokkal biztosítani a gettó fennmaradását. Stern és Ginter az adott helyzetben úgy vélekedett, hogy az a zsidó, aki gazdasági szempontból értéket jelent egy még fejlődésben levő és képzett munkásokat nélkülöző rendszerben, megmenekül a rosszabb dolgoktól. Oszkár és Madrics egyetértett velük. 2 héten keresztül tolták a zsidók kézi kocsiaikat Kazimierzen és a hídon át Podgóze felé. Középosztálybeli családok lengyel szolgálójuk kíséretében, aki velük tartott, hogy segítsen átszállítani a holmit. A targonca fenekén matracok, kannák, serpenyők alatt bújtak meg a még megmaradt melltűk és bundák. A Stradom és a Starovjelna utcákon összegyűlt lengyel csőcselék gúnyolódott és sarat dobált rájuk. Mennek a zsidók, mennek a zsidók, jó éjszakát, zsidók! A hídon túl díszes fakapu fogadta az újdonsült gettó lakókat. A fehér, csipkézett bástyák arab jelleget kölcsönöztek az építménynek, amelynek széles boltíve alatt haladtak át a Krakkóból érkező, avagy arrafelé tartó villamosok, s egyik oldalán fehér őrbódé állt. A boltívek fölött héber nyelvű cím igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Zsidóváros, hirdette. Magas, szöges drótkerítést húztak a gettó folyóra néző frontja elé, a beépítetlen területeket pedig, mint meg annyi névtelen sírt, gömbölyített tetejű cementlapokkal zárták le. A gettó kapujához érkező talicskás zsidót a Judárát lakásosztályának megbízottja fogadta. Ha népes családja volt, 2 szobát utalhattak ki a számára konyha használattal. De a 20-as-30-as évek jó életkörülményei után még így is fölöttébb kényelmetlennek érezték másfajta vallási szokásokat követő, kellemetlen szagú, ellenszenves viselkedésű családokkal megosztani a magánéletüket. Anyák rikoltoztak, apák odvasfogukat szívták, fejüket csóválták és azt hajtogatták, hogy ennél rosszabb is következhet. A szabad gondolkodókkal egy szobába zárt ortodoxok förtelmesnek találták lakótársaikat. Március 20-án tetőpontjára ért ez a mozgolódás nyüzsgés. Akik kívül maradtak a gettón, elveszetteknek, veszélyben lévőknek érezték magukat. Pillanatnyilag volt még némi férőhely odabenn. A 23 esztendős Edith Liebgoldnak anyjával és csecsemőjével együtt egy első emeleti szobát utaltak ki. Másfél évvel azelőtt, amikor Varsó elesett, férjén úgyszólván teljes kétségbeesés vett erőt. Eltávozott hazúról, mintha utána nézne, milyen utak állnak még nyitva előtte. Erdőkre gondolt, biztonságos tisztásra akart találni. Nem tért vissza többé. Hátsó ablakából a tüskés dróton túl a Visztulát pillantotta meg Edith Liebgold. Ha viszont a gettó más részei elsősorban a Vengerszka utcai kórház felé indult, az egyetlen térre, a Plac Kodira, a béketérre jutott. Beköltözését követő második napon mindössze 20 másodpercen múlt, hogy SS teherautóra tegyék és szén vagy hólapátolásra vigyék a városba. Nem csak az fordulhatott elő, hogy miként rebesgették, nem egyszer egy vagy több ember hiányzott a visszatérő munkásosztagokból. Edith az ilyen eshetőségeknél is jobban félt attól, hogy erőszakkal teherautóra rakják,
holott fél perccel korábban még abban a hiszemben volt, hogy a Pankievicz gyógyszertár felé tart, és 20 perc múlva megeteti a gyerekét. Így hát barátaival együtt a zsidó munkaközvetítő hivatalba ment. Ha éjszakai műszakban kap munkát, anyja vigyázhat a gyerekre. Azokban a legelső napokban zsúfolásig tele volt a hivatal. A Judenrátnak most már saját rendőrsége volt, az Ordnungsdienst, vagy OD, amelyet azért építettek ki szabályos szervezetté, hogy rendet tartson a gettóban. Sapkás, karszalagos fiatalember állította sorba a várakozókat az iroda előtt. Edith Liebgold és barátai éppen bejutottak az ajtón, és hangos fecsegés közben vártak sorukra, amikor barna ruhás, nyakkendős, középkorú kisember közeledett a fiatalasszony felé. Az volt az érzésük, hogy jókedvű hangoskodásuk vonzotta oda, és hogy Edithet szemelte ki. Figyeljen ide, szólt. Nincs értelme várni. Odát Zablocséban van egy zománcedénygyár. Hagyta, hogy a cím kellő hatást gyakoroljon. Zablocse kívül van a gettón, mondta. Csereüzletet folytathatnak a lengyel munkásokkal. 10 egészséges nőt felvesz éjjeli műszakra. A lányok grimaszokat vágtak, mintha módjukban lenne válogatni a munkában, akár el is utasítani az ajánlatot. Nem nehéz munka, bizonygatta a jövevény, és betanítják magukat. Az ő neve mutatkozott be, Ábrahám bankier, üzemvezető. A tulajdonos persze német. Aztán miféle német? Faggatták. Bankier vigyorgott, mintha egyszeribe minden reményüknek meg akarna felelni. Nem rossz fiú, jelentette ki. Edith Liebgold este találkozott a zománcedénygyár éjszakai műszakának többi munkásával, majd egy zsidó ódés őrizete alatt végigmentek a gettón, és Zablocse felé folytatták útjukat. Edith a Deutsche Email fabrikról kezdett érdeklődni a menetelő csoportban. Sűrű, tápláló levest adnak, hallotta. Verik az embereket? Kérdezte. Nem olyan hely az, felelték. Egész más, mint Beckmann borotva penge üzeme. Inkább Madrics gyárához hasonlít. Madrics rendes fickó, és Schindler is az. A gyár bejáratánál az éjjeli műszak új munkásait bankier kiállította a csoportból. Felvitte őket az emeletre, ahol üres íróasztalok mellett mentek el, s végül egy Herr Direktor feliratú ajtóhoz értek. Edith Liebgold hallotta, hogy egy mély hang mindannyiukat beinvitálja. Herr Direktor az íróasztala mellett ült és cigarettázott. Frissen fésült szőkésbarna hajával, kétsoros zakójával, selyem nyakkendőjével olyan ember benyomását keltette, aki vacsorára készül valahova, és csak azért vár, hogy egy-két szót váltson velük. Hatalmas termetű férfi volt, és még fiatal. E hitleri mintapéldány láttán Edith egy háborús erőfeszítésről és növekvő termelékenységről szóló prédikációra számított. Üdvözölni akartam önöket, szólt lengyelül hozzájuk. Önök szerves részei a gyár fejlesztésének. Elfordította a tekintetét, talán épp arra gondolt, ne mondd ezt nekik, hisz semmi érdekeltségük nincs ebben a vállalatban. Majd minden bevezetés, a legkisebb szemrebbenés, bizonytalankodó várrándítás nélkül így folytatta. Itt biztonságban lesznek. Ha itt dolgoznak, túl fogják élni a háborút. Jó éjszakát kívánt, és velük együtt távozott az irodából, de hagyta, hogy bankier a lépcső tetején megállítsa a csoportot, és előre engedje a kocsijához lesiető Herr Direktort. Az ígéret mindannyiukat elképesztette, mintha Isten szájából hangzott volna. Hogyan ígérhet földi halandó effélét? Ám Edith Liebgold azon kapta magát, hogy azonnal elhitte. Nem azért, mert el akarta hinni, mert lekenyerezés, vakmerően hangzó buzdítás volt, hanem mert abban a pillanatban, ahogy Herr Schindler ígérete elhangzott, nem lehetett más tenni, mint elhinni. A DEF új munkásnői kellemes mámorban hallgatták végig a munkával kapcsolatos utasításokat. Mintha egy kótyagos öreg cigányasszony, akinek nincs már mit kockáztatni, megjósolta volna, hogy grófhoz mennek feleségül.
Az ígéret döntően kialakította Edith Liebgold életbe vetett hitét. Ha egyszer agyon akarták volna lőni, nyilván egyképp tiltakozik. De hiszen a herr direktor azt mondta, hogy ez nem történhet meg. A munka nem igényelt szellemi erőfeszítést. Az ománccal átitatott, s egy hosszú nyíl kampóira akasztott fazekakat a kemencékhez kellett Editnek vinni. Eközben szüntelenül Herr Schindler ígérete járt a fejében. Őrültek tesznek ilyen határozott ígéreteket. Szemrebben és nélkül. Márpedig ő nem őrült. Üzletember, aki vacsorára hivatalos. Így hát tudnia kell. Ez viszont valamilyen titokzatos jövőbelátást, valamilyen beható kapcsolatot jelent Istennel, vagy ördögökkel, vagy a dolgok alakulásával. De ugyanakkor külseje, aranypecsétgyűrűs keze nem olyan volt, mint valamely titokzatos képességű látnoké. Ez a kéz boros pohár után nyúl. Ez a kéz titkos becézgetésekről árulkodik. Így megint csak visszatért a kezdeti feltevéshez, őrültséghez, részegséghez, misztikus értelmezéshez, a herr direktor mesterségbeli fogásaihoz, melynek segítségével a bizonyosság érzetét oltotta ő belé. Az okoskodás hasonló útvesztői figyelhetők meg mindazoknál, akiknek ebben és a következő években Oskar Schindler efféle mámorító ígéreteket tett. Akadnak majd, akik világosan megértik a ki nem mondott folytatást. Ha ennek az embernek nincs igaza, ha felelőtlen módon arra használta hatalmát, hogy csalfa hitet keltsen, akkor nincs Isten, nincs emberiesség, nincs kenyér, nincs segítség. Akkor csak esélyek maradnak, és az esélyek korántsem voltak jók.